Megújult az Rényi Ilona gimnázium kollégiumának 4. emelete. Az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastruktúrális fejlesztésére 34.350.000 forintos, 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert az intézmény. A beruházás célja, hogy megteremtse a kollégium lakói számára a hatékony tanulás eszköz és feltételrendszerét, javítsa a kollégista diákok lakhatási körülményeit, hozzájárulva ezzel, hogy eredményesen fejezzék be tanulmányaikat. Nagyon régen épült ez az épületrész, és ideje már ugye a régit egy kicsikét felújítani, korszerűsíteni. Azt szerettük volna, hogy a diákjaink, minden iskola diákja, aki itt tanul, hiszen itt az Rényi gimnázium mellett a krudisok, kölcseisek, művészeti szakgimnáziumosok is vannak a kollégiumban, mindegyik otthon érezze magát, és ez a jó közérzet segítse a tanulmányi munkájukat is. Ennek keretében kicserélték az épület belsejében a fa ajtókat és a padló burkolatot. A helységek lettelését követően a fal felületek diszperziós festése következett, majd beépítettek 40 darab beltéri nyílászárót. Ezután megtörtént a padló ajzat kiegyenlítése, melyre nagy kopás állóságú PVC-t ragasztottak. Emellé pedig kemény falábazat is készült. Vigyázunk arra, hogy a gyerekek ne tegyenek kárt a dolgokba, de hát nyilván nem is olyan gyerekek járnak ide. Tehát igyekszünk a magunk erejéből is óvni a környezetet, de egy természetes elhasználódás kamasz gyerekek mellett azt gondolom, hogy a napi szintű problémákat is fokozza. Szeretnénk ezt majd úgy, hogy a harmadik, második és az első szint is megújuljon. A nyíregyházi tankerületi központ más oktatási intézmények felújítására is pályázott. Így újult meg többek között az iskola Kálmánházán, Tiszanagyfaluban és Tímáron.